Különleges programmal készül minden évben az iskolába csalogató rendezői sorozata keretében a Vaszari János Általános Iskola. A mese délután báb előadását mindig kézműves foglalkozás kíséri, ami kiváló alkalmat ad arra, hogy a leendő elsősök és szüleik egymással és a tanítónénikkel ismerkedjenek. Negyedik osztály után nekünk is nehéz dolgunk van, mert azok ugye pici óvodásként kerülnek be az iskola padokba, és nekünk is egy kicsit változnunk kell, mert ugye negyedik osztályban már a kiskamaszkor megjelenik, ott már könnyebb dolgunk van, itt viszont még kicsik, és nagyon segítenünk kell az ő munkájukat, hogy könnyen megtanuljanak írni, olvasni, számolni. Úgy vettem észre, hogy a szülők nagy része eljön ezekre a programokra a gyerekekkel, így ismerkednek ugye a tanítónénikkel, az iskolával, hogy még gördülékenyebb legyen az évkezdés. Ebben próbálunk segítséget adni a szülőknek és a gyerekeknek is. Több családban a nagyobb gyermekeknél már bevált a Vaszari iskola, ezért a kisebbek beiratásánál is emellett döntöttek. Nagyobbik testvér is ide jár, matematika tagozatra, és nagyon klassz ez az osztály, és a kicsit is megpróbáljuk elsősorban oda, de ha máshova, akkor úgy is jó lesz. Az ismerkedésre több alkalmat is biztosít a Vaszari János Általános Iskola nevelőtestülete. Nagy iskolának van előnye, meg hátránya. Én azt gondolom, hogy ezt minden szülő tudja. Van, aki éppen azért hozza ide a gyerekét, mert több osztályból tud választani, tehát nekünk három első osztályunk indul. Van, aki pedig éppen azért, mert esetleg egy kis óvodában volt, és egy nagyobb közösségbe szeretné a gyermekét, azért hozza ide. Volt már nyílt napunk, és ott is találkozhattak velük. Másrészt az óvodások egy kicsit ismerkednek az iskolával, találkoznak a tanítónénivel, esetleg a jövendőbeli osztálytársakkal is. A rendezvénysorozatból még egy program van hátra. Lesz még egy programunk, tulajdonképpen ez azoknak szól, akik az emelt szintű matematika osztályba szeretnék hozni a gyermeküket, és ez egy játékos képességmérés, amire két alkalom közül lehet választani. Ez március 17 és 18-án lesz egy pénteki napon, illetve egy szombati délelőtt közül lehet választani a szülőknek.